Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, ma egy olyan karácsonyi dekorációval fogok nektek kedveskedni, amihez egyáltalán nem szükséges kézügyesség, és filérekből meg lehet oldani nagyon gyorsan. Hogy mi is ez? Ez egy hóember, amit már baromi régen meg akartam csinálni, csak minden évben valahogy elmaradt, mindig elhalagottam, hogy majd. Úgyhogy most nekiállok, megcsinálom gyorsan, és megmutatom nektek, hogy hogyan is készül az én hóemberem. Gép segítségével tűzdeljük össze a nagyobb poharakat kör alakban. Majd haladjunk feljebb, és tűzdeljük ezeket egyre szorosabban. Ilyenkor mi van, amikor elfogy a pohár? Ott közben. Oké. Átmegyek a boltba. Na hát az alsó részével kész vagyunk, itt még lehetne tovább folytatni, hogy teljesen még egy nagyobb, mivel konkrétan már csak ennyi poharam van, így ezt én nem folytatom tovább, hanem én nekem lesz egy fél gömb alatta, és most csinálom a fejét. A fejét egy kisebb méretű pohárból csináljátok, sajnos én nem kaptam fehéret, úgyhogy én nekem ilyen lesz, bár ez remélem nem fog látszódni belül. Csináljuk! Hogy készítsük el a hóemberünknek a kalapját, ehhez vágjunk először ki egy nagyobb kör alapot és egy hosszúkás téglalapot. Ha ezzel megvonnánk, egy pohár segítségével rajzoljuk meg a gombokat és vágjuk ki. Ha ezzel is kész volnánk, formázunk a téglalapból tengert, tűzdeljük össze, majd ragasszuk a körhöz. Készen is vagyunk a kalappal, rögzítsük a hóember tetejére. És jöhetnek a már kivágott gombok is. És ne felejtsük el a sálát se a hóemberünkről, nehogy megfázzon. És végül, de nem utolsó sorban, jöhet az izzósor. Na hát készen is vagyunk a hóember urasággal. Az enyém kicsit olvadozónak mondható, ilyen kis gömbölyded formája lett. Hát őszinte legyek, nem akartam már átmenni megint a boltba, megint hadcsomag poharat venni, úgyhogy maradt a kis gömbölyded forma. De remélem tetszik a kis hóemberem, hogyha így van, nyomjatok egy lájkot, és a következő videóban találkozunk legközelebb. Puszi!